Ugye ezt a képet már nem kell bemutatnom. Az elmúlt hetekben a TikTok nagy része erről szólt. Gondolom sokan tudjátok, hogy mi áll a kép mögött, milyen szörnyű történet, viszont szerintem nagyon sokan nem. Ebben a videóban John Jonas történetét hoztam el. Fontos kredit. Erről terveztem videót csinálni, viszont elengedtem a témát, mert úgy gondoltam, hogy lehet, hogy azért kicsit sok ez a történet így a YouTube-nak, de a napokban felkeltette a figyelmem az úgynevezett heti hűha csatornának az egyik videója, ami erről szól, és annyira megint belementem ebbe a témába, elkapott, szóval gondoltam lesz, ami lesz, csinálok róla egy videót, remélem azért van igényre. A történet egy 26 éves barlangászról készült, ami Johnnak a legutolsó expedícióját mutatja be. Az ő története talán egy jó tanulság lesz, hogy miért is nem való amatőröknek a barlangászás, és miért legyünk maximálisan körültekintők, hogyha már ilyen hobbit tűzünk. Minden a Nati Pati barlanggal kezdődött. Ez a barlang utákban található meg, nagyjából itt. Először 1960-ban fedezték fel, nagyon hamar ismert helyé vált, kelendő volt a profi, a haladó, de még a kezdő amatőr barlangászoknál is. Valószínűleg az érdekes kanyarulatok miatt, a szűkös helyek miatt, hisz vannak olyan emberek, akik olyan helyzeteket keresnek, engem ne kérdezzetek, hogy miért, ahol minél több adrenalin gyűjthetnek be. Talán ezek adrenalin hiányos emberek. A barlangnak minden része külön volt szedve. Most ezeket tükörfordításba fogom mondani. Volt egy születési csatorna, egy hasonkúszás, egy cserkészfaló és egy labirintus. A járatok hossza 413 méter körülbelül, és 44 méter mélyre nyúlik le, a legmélyebb pontja a barlangnak. Johnnak rengeteg tapasztalata volt a barlangászatban, de nem elég. Johnt azért kapta el annyira ez a barlangászat, hisz az apja rendszeresen vitte el őt barlangokba. Családja azt nyilatkozta, hogy őt lehetett ismerni a jó természetéről, a jó humorérzékéről, imádott dolgozni, és csupa jó jellemzői voltak. Ráadásul gyermekkardiológusnak tanult. Még akkor is, amikor történt az eset. 2009. november 24-én a testvérek, John és Josh úgy döntöttek, újra elkezdenek barlangászni, és egyből a Nati Pati barlangba tartottak. Úgy gondolták, hogy nekik ez könnyedén menni fog. Meghódítják. Ez szerdán történt, este 8 óra volt köbö, néhány nappal hálaadás előtt. Nem egyedül mentek egyébként, további 9 barát per ismerős csatlakozott hozzájuk. Szóval viszonylag elég nagy csoport indult meg. Minden simán ment, de csak egy óráig. A csoport felfedezte a barlang egyik legnagyobb ösvényét, amit Big Slide-nak neveztek el. John és Josh és még két barátjuk úgy döntöttek, hogy vállalnak egy új kihívást, a lényeg az volt, hogy az úgynevezett születési csatornán áthaladnak, egy keskeny és még ráadásul kihívásokkal teli folyosón is, mert tudtuk szerint volt a végén egy nagyobb szoba, ahol meg lehetett volna fordulni. John ment először. Elég sokáig kínlódott, alig fért el a járaton, de nem látott az ösvény végén nagyobb területet. Haladtak tovább, de a szűk átjáró még mindig nem ért véget. Sőt, egyre szűkebb lett a járat. John továbbra is magabiztosan ment előre. Ezután jött egy olyan rész, ami kicsit szélesebbnek tűnt, de aztán megint szűkebb lett. A barátok a születési csatornán szerettek volna végigmenni, ekkor már sejtették, hogy valami nincs rendben. Kiderült, hogy azért, hisz nem a szülőcsatornába mentek. Az elágazásnál rossz járatot választottak. Ez mondhatni egy zsákutca, legalábbis ez egy olyan rész, ami még egyáltalán nem volt feltérképezve, ahogy haladtak, egyre nehezebb volt tovább kúszni, konkrétan ki kellett fordítani a testét, hogy tovább menjen. Még itt lett volna remény, hogy visszatolassanak, de ők nem ezt tették. Az ösvényen volt egy olyan rész, amit egyesek csak dugóhúzónak hívnak, ez ismételten egy kicsit tágabb hely, viszont még itt sem lehetett egyáltalán elférni, főleg egy ekkora férfinak, mint John volt, szóval továbbra is esélytelen volt megfordulni. Valószínűleg Johnék azért jutottak el ideig, mert azt remélték, hogy hamarosan érkezik már tágabb rész, ahol meg tudnak fordulni. Nyilván, hogyha ők is látták volna kívülről ezt, nem így tettek volna. A zsákutca végén volt egy kisebb lyuk, talán egy repedés. Mivel nem voltunk ott, nem tudhatjuk pontosan, hogy milyen céllal is mászott bele, vagy csúszott bele, talán azt gondolta, hogy ott van a cél, ott meg tudnak majd fordulni, vagy az is lehet, hogy csak szimplán belecsúszott. Ezeket már mi nem tudhatjuk. És ez az az ismert kép, amit mindenki látott TikTokon, na de itt még nincs vége a sztorinak. Ekkor jött a hosszú várakozás. Az őt követő testvére, Josh volt az első, aki John mögött kúszott. Aggódva próbálta felmérni, hogy a sziklák mennyire is nyálték el Johnt. Megpróbálta kirángatni a testvérét, enyhén sikerült visszahúznia őt, viszont amint elengedte Johnt, rögtön vissza is csúszott a résbe. Az egyébként még nehezebbé tette a helyzetet, hogy Johnnak maga alá szorult a keze,
a másik pedig a falhoz. Bokája, a lábfeje szabad volt, de sok haszna nem lehetett, mert a gravitáció csak lefele nyomta. Plusz pont olyan szögben volt, hogy nem bírta még hajlítani se a lábát. El se tudom képzelni, hogy milyen stressz lehetett ott, és mekkora frusztráció volt ez. Josh lassan kikászálódott a szűk folyosókból, a felszínre rohant, és amilyen gyorsan lehetett, próbált minden segítséget hívni. Az első ember, aki odaérkezett, Susan volt, egy helyi mentőönkéntes. Azonnal abbahagyott mindent, amit éppen csinált, félbehagyott mindent, mert megkapta ezt az üzenetet. Valamikor éjfél körül érkezett meg. Szóval ez ráadásul éjszaka történik, igen. Susan viszonylag kicsi volt, mozgékony, és le tudott menni Johnhoz. Megkérdezte Johnt, hogy mi újság, ekkor még ők sem gondolták, hogy annyira komoly lenne a helyzet. John megköszönte a kérdést, és azt mondta, hogy nagyon szeretnék kijutni. Azért komoly az is, hogy egy ilyen helyzetben ennyire meg tudja őrizni a józan eszét. Néhány órán belül több 10 és még 10 mentő érkezett, próbáltak minél hamarabb valami tervet kitalálni, mindent megbeszéltek, lerajzolták a barlang falainak kanyarait, kitalálták, hogy majd mentőkötelet fognak használni. A terv az volt, hogy John lábához kötik a kötél egyik végét, a másik végét pedig a csapat majd húzza. Egyszerűnek tűnt a terv. Próbáltak közben kődarabokat kifúrni, hogy hát ha megkönnyíti ez majd a helyzetet, viszont olyan kemény anyag volt, és kényelmetlen volt a helyzet, nyilván ez mind egy brutál szűk helyen történt, hogy az nagyon lassú folyamat volt. Több óra alatt csak néhány centiméter sikerült átfúrniuk. Mivel John fejjel lefelé szorult be, csak a lábfejét láthatták a mentők, és mivel a plafon olyan alacsonyan volt, nem tudták csak úgy kirángatni őt. A lába magyarul útba volt. Mivel ezzel bebuktak, megpróbáltak egy csigás rendszert, csavarokkal rögzítették a csigákat, nagyon mélyen megpróbálták a barlang falába fúrni a csavarokat, viszont mivel mondtam, hogy ez egy nagyon kemény anyag, több órán áttartott ez. És az minden csak megnehezített, hogy keskeny volt a barlang. Hiába volt sok mentő, nem fértek egyszerűen el. Ezek a képek mindent elárulnak. John közben már kezdett rosszul lenni, mivel órák óta fejjel lefelé be volt ragadva, légzési nehézségei voltak. A szívének kétszer erősebben kellett dolgoznia, a gravitációval szemben, hisz a vér egyenesen a fejébe áramlott. Folyamatosan ingadozott, egyszer nyugodt volt, egyszer pánikolt, kezdett az agyára menni. Egyszer bevittek hozzá egy kétirányú kábel rádiót, hogy beszélhessen a feleségével. Ő is ott volt a barlang bejáratának közelében. Mindketten izgatottak voltak, de vigasztalták egymást, hittek abban, hogy John kijuthat innen. John már 19 órája fejjel lefelé csapdába esett. Addig gondoljatok bele, hogy egy centit szinte nem tudott mozdulni, inni, enni, és ráadásul fejjel lefelé volt. És levegőt is alig kapott. A dolgok, minthogyha jóra fordultak volna. Amikor a csigarendszert végre befejezték, elkezdték kirángatni Johnt, viszont Johnnak ez hihetetlen mód fájt. Gyakran megpróbáltak szünetet tartani, egy kicsit sikerült is Johnt feljebb húzni, miután harmadjára próbálták még egy kicsit húzni, sikerült olyan magasra kiemelni, hogy még szemkontaktusba is került az egyik legközelebb álló mentővel. A szeme vörös volt, az arca pedig tiszta por, de mosolygott. Kérdezték tőle, hogy hogy vagy. A mentő látta, hogy John panaszkodik, viszont mégis mintha mosolygott volna. Ilyenkor már azt hitték, hogy nyert ügyük van. Amikor a mentőcsapat negyedszer is megpróbálta húzni Johnt, az egész csapat hanyatt esett, és ennek az oka nem más volt, mint hogy a legközelebbi csiga elpattant a helyéről, és telibe találta a legközelebbi mentősnek az arcát, ki pár percre el is ájult. Ezután a mentőcsapat megpróbálta visszaszerelni a szerkezetet működőképes állapotába. Ezután viszont John ismét lecsúszott a résen, ezúttal látszólag még mélyebbre, mint korábban. A mentőt olyan rosszul találta el ez a csiga, hogy a tervet nem tudta folytatni, ekkor helyet kellett cserélni az apjával, aki szintén a mentőcsapat tagja volt, amikor odaért Johnhoz, azt vette észre, hogy John sokkal sekélyebb és ritkábban lélegzik, mint hogyha azért küzdene tényleg, hogy még életben maradjon. A mentő próbálta Johnt hívni, de már nem kapott választ. Próbálta dereka köré kötelet csavarni, de nem sikerült. Ekkor megint helyet cseréltek, és megnézte egy másik mentő is, de nem tudtak kapcsolatba lépni Johnnal, nem reagált. Ezután egy szakember is bemászott a barlangba, ez csak így vágás közben hozzáteszem, fontos, hogy itt órákról beszélünk. Szóval nem csak úgy pikpak helyet cseréltek. Megtalálta Johnt, és november 25-én éjfélkor Johnt halott megnyilvánították. 26 éves volt. Mivel a testét nem sikerült kiszedniük, és ezután sem sikerült volna, túl kockázatosnak gondolták, ott hagyták. Lezárták a barlangot, végső emlékhelynek nyilvánították ki, John arcképével. Hihetetlen, hogy ilyen meg tud történni, és amikor elindultak, még csak nem is gondolták,
hogy az egyikük nem fog visszatérni. Ez egy hihetetlen nagy tanulság az emberek számára. El se tudom képzelni, hogy egy ilyen szituációba vajon mit élhet át egy ember, amikor tudja, hogy innen már nem fog visszatolatni. Sokan kamunak gondolták ezt a képet, hogy egy egyszerű buta elmélkedés, egy rajz, de igen, ez a történet áll mögötte. Nézd meg ezeket a videókat is, és gyere vissza legközelebb is. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!